Két veretlen együttes lépett pályára Tiszavasvári úton a Divízió 2-es bajnoki döntőben. Az első negyedben nem született pont, a második játékrészben viszont egy 7 pontos akcióval előnyt szerzett a Szombathely Crushers. Fordulás után ismét egy pont nélküli negyed következett, így a záró szakasznak vendégvezetésnél vágtak neki a csapatok. A Tigers egy 3 pontos rúgással szépített, és ez annyira felpörgette a házigazdát, hogy két touchdownnal és az azt követően értékesített rúgásokkal 17-7-re megfordította a mérkőzést, megszerezve a bajnoki címet. Vannak bennem hiányérzetek ilyen szempontból, mert a támadók teljesítményét illeti, mert nem csak rám, de a kilátogató több mint 700 nézőre is szerintem ráhozták a frászt, amikor még a negyedik negyedben az ellenfél vezetett, de ugyanakkor nagyon büszke is vagyok rájuk, mert azért 17-7-re megnyerni egy döntőt, az mindig nagyon jó érzés hazai pályán. Egyértelműen a védelem volt az, ami megadta nekünk a stabilitást, és az, hogy ők végig hittek bennünk. Tehát a mi védőink végig harcolták a négynegyed ez a úgy, hogy egy percre sem adták fel, és nem esett szét a csapat. Ez volt a különbség. Amikor ők megkapták tőlünk az első pontokat, Szombathelyek akkor picit összébestek, mi azt láttuk, és így továbbra is tudtunk dominálni védelemben, majd a támadóknak csak sikerült felnőni a feladathoz. A szezonnak ugyan vége, de három edző, Szépe József, Bora Tamás, Pápa Szabolcs és két játékos, Tóth Gábor, valamint Panykó Patrik az Egyesült Államokbeli Kentonba utazik, ahol egy négynapos edzőtáborban vesznek részt. Maga, ugyebár a csapat kapott egy üzenetet ettől a Pro Football Hall of Fame Academy-től, hogy lehetőség így nyílt a csapatnak fiatal, 16 és 20 év között fiatal játékosokat nevezni, úgymond ebbe a táborba, és hát a csapat vezetősége kettőnket választott ki, mi csináltak is rólunk egy kis videót, hogy mérkőzéseken hogyan játszottunk, ezt beküldtük, és alkalmasnak találtak minket, és ezáltal meg is hívtak bennünket ebbe a táborba. A Tigers védelmét erősítő Panykó Patrik is nagy lehetőséget lát abban, hogy az amerikai futball őshazájában amerikai szakemberek előtt mutathatja meg tudását. Nagyon sokat szeretnék tanulni, megismerni közelebbről az amerikai focit, mint az őshazájában. A továbbiakat meglátjuk, hogy ösztöndi, de ezekre még nem fókuszálok, ott szeretném mindent kiadni magamból. A Nyíregyháza Tigers ősszel a junior bajnokságban szeretne minél jobban szerepelni. Emellett pedig elkezdődik a következő szezon csapatának építése, mivel a Tigrisek 2018-ban a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben szerepelnek majd.